mostani performansza tulajdonképpen a 6 évvel korábbinak az újrajátszása, abban az értelemben, hogy vannak olyan elemek, amiket átvett abból a performanszból, nevezetesen az a rituális cselekvés, ahogy fésüli magát, és a hosszú fésülés után levágja a haját. Tehát ez mondjuk az újrajátszás, de az újrajátszás azért nagyon fontos, hogy ez nem olyan teátrális, és mint az előadás volt, ami egész biztosan köszönhető annak, hogy ez a várakozás nem volt olyan terhes, mint az előző, aminek nagyon nagy jelentőséget tulajdonított Andrea. Jó, lehet most sem volt egyszerű ez a fogantatás, de mégis kevesebb problémát okozott. A másik momentum, ami ugye az egész kiállítás címére, ez a kamilla, a kamillás víz, az mindent beborít teoretikusan a gondolatainkban, és ez a kamilla lesz az az új elem, ami már itt a kiállításban ismerős számunkra, és ez a kamilla lesz, amivel megteremti a testi kontaktust Andrea, erről többet akkor nem fogok elárulni. Eljött az idő, hogy leadtam a doktori dolgozatomat, elkészítettem. Eljött az idő, hogy második gyermeket vállalhassa. Csak vele tudok foglalkozni. Bejelentkeztem a meddőségi központba, kaptam is időpontot, minden vizsgálatot elkezdtem, vizsgáltak, minden jól alakul, mehetek, szedhetem a gyógyszereket, termelhetjük a petesejteket, mehetek ultrahangra megnézni, hogy hatásos volt-e az első dózis, és nem nőnek a petesejtjeim, nincsenek petesejtjeim, nem termelődik annyi, mint amit régen hozzászoktam 6 évvel ezelőtt, minimum 3-nak kellett volna lennie, de nincsen, csak egy petesejtem van. Nem értem, mi történik, ennyi töregedett a testem 6 év alatt, hogy Nem termelődnek a petesejteim, csak még mindig csak egy van, növeljük a dózist, egyre több hormont kapok, és még mindig nem nőnek a petesejteim. Nincsen, még mindig nincsen, csak az az egy nő. Na most mi legyen? Elkezdjük, ne kezdjük? Nem tudjuk. Egyel elég lesz-e, vagy nem lesz elég? Eddig mindig sok volt, most csak egy van. Most csak egy van, 6 év alatt, mikor fiatalodott a testem, mégis öregedett. Belülről öregszem, kívülről fiatalodom, vagy kívülről is öregszem. Őszül a hajam, egyre őszebb a hajam. Vajon mi történik? Egy petesejtem van, még mindig csak egy petesejtem van. Folyamatosan kapom duplán a hormonokat, vajon mitől lehet? De azért nő az az egy, megpróbáljuk. Én szeretném. Tudat alatt igen, de nem látom esélyét, hogy ebből bármi is lehetne, mert hát az az egy, az nagyon rizikós. Nem baj, soha nem mondjuk azt, hogy soha, megpróbáljuk azzal az egyel. Azzal az egyel próbáljuk meg, kezdjünk neki. Megtörténnek az eljárások. Beavatkozások, megtermékenyítés, fellövés, ott van az az egy petesejt, amiben nagyon bízok. Mindenki segít, mindenki támogat, fekszek, nem foglalkozok semmivel se, fekszek, idegesen fekszek, de azért mégis nyugodtan bízva. De fekszek, hogy minden jól sikerüljön, és hamarosan mehetek a tesztre. Vajon mi lesz a teszt eredménye? Majd megtudjuk. Mikor tudjuk meg, most már majd bepisilek, haladjunk. Adjátok már azt a poharat, hogy tudjak pisilni, mert már mindig kiesik a nő kezéből a pohár, és nem tudja odaadni. Én meg mindjárt bepisilek, kérem azt a tesztet, szaladjunk el gyorsan, hogy mi lesz az eredménye.
leadom a tesztet, várjuk az eredményt, rengetegen vannak, nagyon sokan vannak, mert már mindjárt karácsonyban, és mindenki babát szeretne. Várjuk az eredményt, mikor mondják a nevemet, mondjátok a nevemet, ha tudja meg az eredményt, mi lesz, milyen csíkunk van. Bemegyek, behívnak, megmutatják a tesztet, és közlik velem, megjelent a kis testvér csíkja. Sikerült a tesztem. Fülig ér a szem, mosolygok, kimegyek a tömegbe, sokan néznek idegesen, feszülten, le kell adni a jelet a férjemnek. Sikerült, terhes lettem. Megjelent a második csík, második gyermek, mindenki örül, és várjuk, hogy mi lesz tovább. Várakozni kell, pihenni kell, megfogant, újra anyák, apák leszünk, bővül a család, négyen leszünk.
Az a paradox most ebben a performance-ban, hogy mostanában, tehát néhány éve, ugye felfutott a performance műfaja, tehát mindenhol performance-okat látunk, és azt gondolom, hogy ennek a fő mozgatórugója, hogy így szeretjük a performance-okat, hogy nagyon ki vagyunk éhezve az itt és most egyszeri, egyedi eseményekhez, tehát ennek a jelenlét kegyelmére áhítozunk. Éppen azért, mert hogy már nem kell minden házhoz jön, nem kell kimozdulnunk, hanem a sok nagyon perfekt, tökéletes kép, a legapróbb részletekig kinagyítható reprodukciók, tehát minden annyira tökéletes, mozizható otthon. Tehát magyarán, akkor, amikor nem kell kimozdulnunk, akkor nagyon ki vagyunk éhezve azokra a momentumokra, amikor az igazi valósággal találkozhatunk. És ugye ebben a helyzetben az a furcsaság, hogy most nem az otthonlevés kényelme, hanem az otthonlevés kényszere hajtotta ki ezt a kiállítást ebben a formában, és hogy ez olyan paradox, hogy amikor erre vágyunk, hogy valami, valahol jelen legyünk, épp akkor videókamerák előtt végzi Andrea a performance-át. Ami meg még hozzátartozik a performance-hoz, meg az egész projekthez, hogy Andrea a vendégeket kamilla teával kínálja, ami teljesen logikus, csak hogy ebbe a tejába terhességtesztet rakott, és ezáltal a, ugye ez a kamilla teje akkor rögtön felidézi, hogy ez a színe miatt is, meg az állaga miatt is, hogy ez valami más folyadék, nem is kamilla teje, hanem vizelet. És ezzel a még egyet csavar az egész projekttel, tehát bekeveri az abject fogalmát és jelenlétét, hogy elbizonytalanítja a nézőt, választania kell, oda kényszeríti őket a határa, a gusztustalan, a gusztusos, az egészséges, az iható és az ihatatlan területére.